Újfent üdvözlök mindenkit itt a Tech2 csatornáján, Zsolt vagyok, és most egy teljesen más kategóriájú telefonnal fogunk foglalkozni, mint egyébként szoktunk, hiszen az Evolvo Strongphone G4 készülék lesz most terítéken, ami nem egy átlagos készülék, hiszen strapa telefon, tehát ez sokkal ellenállóbb, mint a normál társai, nem az IP68-as védettség miatt, hiszen az már azért elég sok készülékre jellemző, hanem inkább az ütésállóság miatt. Teljesen más környezetben lehet használni, direkt azért más a specifikáció is. Akik hardware specifikusabbak, azoknak nem ezt a telefont kell vásárolniuk, viszont akik olyan készülékre vágynak, amiket lehet terepen esetleg használni, fotózásra, bármi másra, az már sokkal jobban képben lehet az Evolvo G4-gyel, ami a Strongphone családba érkezik. Korábban egyébként rengeteg érdekes termék is belekerült ebbe a portfólióba, kezdve a tabletektől, az okostelefonokon át, minden más kiegészítőkig, viszont a csegyártó rájött, hogy annyira nincsen neki piac, tehát pont azért inkább egyetlen egy kimondott szegmensre koncentrál, ez pedig nem más, mint a strapa telefonok. Itt van az Evolvo Strongphone G4-nek a doboza, ami eléggé vaskos, oldalán pedig néhány ikon jelzi azt, hogy mégis milyen képességekre számíthatunk magától a telefontól. Tartozikok terén mindössze egy töltőt kapunk, tehát nem fogom kivontani a csomagolást, helyette inkább nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a Strongphone G4. Elég masszív szerkezet, amit a tömege, illetve a vastagsága is elárul, hiszen 10 mm vastag, és ehhez egyébként még 145 g-os tömeg párosul, tehát azért egy masszív szerkezetről beszélünk, nem is véletlen, hiszen ütésálló, valamint IP68-as védelemmel is rendelkezik. 1,5 méter vízben nagyjából fél óráig képes gond nélkül lubickolni. Ez egyébként köszönhető a különféle kis sapkáknak, amik a csatlakozókat, a microSD-t, illetve a felül található 3,5 mm-es csatlakozót elfedik. A készülék bal oldalán pedig itt van az a tálca, szintén egy ajtócska mögé rejtve, ami egyébként a két darab nanoszín foglalatot is magában foglalja. A kijelző közepes, de nem mondható feltétlenül rossznak, főleg a fényere miatt lehet dicsérni, hiszen azért elég rendesen képes világítani. Felbontása pedig 5 hüvelyken 720x1280 pixel, ez 294 ppi-s képpont sűrűséget jelent. Az IPS kijelző korrekt, de tényleg a fényereje az, ami igazi, és egy strapa telefonnál azért ez fontos is. Ami meghajtja ezt a készüléket, az nem más, mint egy MediaTek MT6737T, már egy 64 bites lapkáról beszélünk. Ami jó hír, hogy 3 GB RAM került a telefonba, ez nagy előrelépés a korábbi modellekhez képest, és hát pont ezért a programok futtatása sokkal könnyedebb, sokkal gyorsabb, mint a korábbi készülékek esetén. A telefonról menüpontban láthatjuk, hogy Android 6.0 operációs rendszerrel dolgozhatunk, ami igazából nem lett nagyon testre szabva, teljesen olyan, mint bármelyik más gyári Android operációs rendszer. Van klasszikus menü, felülről pedig lehúzható az értesítési függöny, még egy mozdulattal pedig a gyors beállítások kapcsolói érhetőek el. A telefon könyvben prediktíven lehet keresni, elég jól használható, elérjük a kedvenceket is. A gépelés sem okoz gondot, itt már én előre beírtam a Tech2 a szócskát, de elég könnyű egyébként különféle szavakat begépen, hiszen a prediktív bevitel is támogatott. A böngésző korrekt, elég gyors sebességre képes, a Chrome-ot tudjuk alapesetben használni, de természetesen más is letölthető, egyáltalán nem probléma, hogyha valamit meg szeretnénk nyitni, nem fog megdönteni az egyébként is korrekt rendszernek a sebessége. Antutuban nagyjából 29-35 ezer pontszám körüli eredményt ér el a telefon, ez mondjuk úgy, hogy nem rossz, de a kategóriában, az árkategóriában azért vajmi kevés, természetesen egy strapa telefonról beszélünk, tehát teljesen más megvilágításba kell mindent helyezni. A kamera 8 megapixeles, interpolációval meg lehet oldani azt, hogy akár 13 megapixeles felvételek is készüljenek, viszont sok értelme ennek én szerintem nincsen. Lehet természetesen videózni, valamint egyébként előlépő kamerával is tudunk felvételeket készíteni, méghozzá 5 megapixelben, full HD-sek tehát a videók, és hát hogy mire képes a kamera, azt azért könnyen meg lehet mutatni. Itt van például egy dokumentumról készült felvétel, aminél jól látszanak a betűk, és fontos is, hiszen egy ilyen készüléknél azért a tervrajzok fotózása az igencsak erőnyös és szokásos dolog. A vonalélesség az közepesnek mondható, a makrófelvételek nem rosszak, viszont a dinamika tartomány már hagy némi kívánnivalót maga után, főleg itt a Berlin logónál látható, hogy eléggé világos, tehát kiégnek a részletek. Ha a távolban lévő
tárgyakat nézzük meg, akkor jön ki igazán a kamerának a gyengesége, hiszen azért az algoritmus rendesen elmossa a részletesség, illetve a vonalélesség sem az igazi. Tehát ez egy olyan készülék, ami nem feltétlen fotózásra termet, viszont strapatelefon lévén még arra használható. Ez azért fontos, amikor valaki egy ilyen készüléket vesz, hogy néhány ilyen krikstraxot, vagy valamit, vagy egy munkás területet le tudjon fotózni, vagy videózni. A hátlapon lévő hangszóró hangos, és a minősége sem rossz. Ahogy hallható, jól szól, viszont az fontos megemlíteni, hogy mivel a hátlapon található, ezért ha nem sík felületre rakjuk le a telefont, akkor bizony képes tompulni a hangzása. Játékok terén azért a Mali grafikus gyorsító, egészen pontosan ugye a Mali T720 MP2 grafikus gyorsító azért nem az igazi, nem is arra van, hogy ezzel játsszuk a legújabb produktumokat. Egy ilyen hídépítő játék még nem okoz komolyabb gondot a hardvernek egészen odáig, ameddig ugye nem akarjuk az animációkat is működtetni, ugyanis amikor itt elkezd mutogatni mindent a játék, akkor képes egy picikét megakadni. Ez a grafikus gyorsító, tehát tényleg nem arra való, hogy játszunk, de mondjuk valamennyi produktummal el lehet ütni az időt. A belső tárhely mérete egyébként 32 GB, ebből 24 GB érhető el szabadon, microSD-vel tovább lehet bővíteni az egyébként egészen bőséges tárhelyet. Adatkommunikációs téren mindent tud a telefon, ez jelenti azt, hogy itt a 42 megabit per szekundumot támogató a 3G, a 150 megabit per szekundumos letöltési sebességet támogató 4G, ezen kívül Wi-Fi, microSB csatlakozó, méghozzá MTP és OTG támogatással, GPS vevő, GLONASS támogatással, valamint Wi-Fi és Bluetooth is van még a készülékben, tehát azt lehet mondani, hogy egész korrekt a felhozatal. A 110 vagy 100-110 ezer forintos végfelhasználói ár viszont azért nem kevés, éppen ezért azért tényleg azoknak ajánlható ez a készülék, akik strapatelefont keresnek, akik ha hardware specifikusabb felhasználónak tartják magukat, azoknak inkább valamilyen alternatíva iránt érdemes kutatni. Ha tetszett a videó, akkor itt fel tudtok iratkozni a csatornánkra, rengeteg további kisfilmmel készülünk majd érdekességekkel különféle témakörökben.